A megállapodás aláírásával eldőlt, hogy a korábban Plert erősítő irányító Kupi Szabolcs, valamint a Duna Fair bal szélsője, jobb átlövője Morva Zoltán a következő idényben az MKC-t erősíti majd. A szóbeli megállapodást kötött játékosok közül Németh Tamás, Szabó Tibor és Gyuris Patrik a tervek szerint ezen a héten kötelezik el magukat a klubhoz. A klub vezetői megegyeztek továbbá Tóth Koppánnyal, ennek köszönhetően a rutinos hálóőr szintén Mezőkövesden folytatja pályafutását. Bécsi János játékára szintén számíthat a klub, azonban a rutinos játékos elsősorban az utánpótlás területén fog dolgozni, emellett Tóth Mihály távozása után az MKC technikai vezetői feladatait is el fogja látni. A klub vezetősége mindeközben beadta a nevezését az első osztályú bajnokság küzdelmeire. A felnőtt és korosztályos csapatok bajnok indulásához szükséges dokumentumokat Bécsi János juttatta el a Magyar Kézilabda Szövetséghez június 29-én. Az MKC két új játékosa, Kupi Szabolcs és Morva Zoltán, tagja a Rosta István vezette magyar junior válogatottnak. Nemzeti együttesünk a július 17-én kezdődő görögországi világbajnokságra készül. A válogatott tagjai a ráhangolódás utolsó napjaiban Mezőkövesden fognak edzőtáborozni. Az összetartás utolsó napján közös, nyilvános edzést tart a junior válogatott és az MKC felnőtt együttese. Az esemény július 13-án 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Hivatalos közleményt adott ki a Mezőkövesdi Kézilabda Klub vezetősége július 1-én. A közleményt egyebek mellett városunk honlapján a www.mezőkövesd.hu internetes oldalon olvashatják el.